A Szolnok melletti Bagolyvár Vadasparktól, egyben a Nefag ZRT központjától alig pár száz méterre, mondhatni, a városi civilizáció szélén különleges kincs rejlik a föld alatt. Még érdekesebb, hogy ez a valami nem egy ősi folyamat több száz éves eredménye, ellenkezőleg fiatal erdő kellett hozzá. Értéke azonban felbecsülhetetlen. Hát egy gyönyörű erdőben vagyunk, de nekem olyan fiatalnak tűnik. Hol vagyunk most? Igen, örülök, hogy észrevetted. Ez egy 44 éves erdő. Képzeld el, ezt 44 évvel ezelőtt, hogyha visszajöttünk volna ide az időbe, akkor itt egy kukoricaföldet találtunk volna. Az erdészetünk, szolnoki erdészet, itt a megyébe több mint 10.000 hektárt erdőt telepített, és csak a telepített erdeinken gazdálkodunk. De mással is gazdálkodtok. Mással is gazdálkodunk, nem csak a fakitermeléssel, és úgy mondom, hogy ez az erdőt, amikor telepítették, akkor még ez egy úgymond településvédelmi erdő volt. Aztán gyorsan rájöttek, hogy ez parkerdő funkciónak is nagyon jó, és már 20 évesen egy ilyen tölgyerdőt parkerdőként használtak az itteni lakosok, és a 2000-es években szerencsénk lett. Egy kincset találtunk itt, képzeld. Ez a kincs, ez a szarvasgomba. Valószínű, hogy ezeken a egyébként nem erdő talajon, mert ezek ilyen mélyben sós réti talajok, és hogyha nem lett volna ez a gomba, akkor valószínű ezeket a méreteket 44 éves korukra nem is érték volna el ezek az erdők. És miért olyan fontos, értékes a szarvasgomba? Olyan ízt kölcsönöz az egyszerű ételeknek, amit mással nem tudnak helyettesíteni. Nem is tudják nagyon máshoz hasonlítani. A szarvasgomba az szarvasgomba ízű. És van több fajta szarvasgomba is? Igen, két nagy csoportra oszhatjuk, a fehér szarvasgombák és a fekete szarvasgombák. Fekete szarvasgombák például a nyári szarvasgomba, azt terem itt nálunk. Erdészként ezeket a ökológiai tulajdonságait kutatjuk, és szerencsénkre itt annyi gomba van, ez már elegendő ahhoz például, hogy külföldi tudósok is ezt vizsgálják, mert itt ki lehet mutatni, hogy milyen kapcsolat van a klímával, a talajvíz hatással, a talajnak a kémhatásával, vagy a záródással. Mitől nő ilyen nagyra a jászsági szarvasgomba? Való igaz, hogy Közép-Európa legnagyobb szarvasgombáját, egy 1280 g-os szarvasgombát itt találtak. Ezek a gombák úgymond pionírok, elsődlegesek, és amikor még itt nem volt kapcsolat más gomba, amivel ők versenyezhettek volna, akkor nagyobb versenyelőnyben voltak, és azt látjuk, hogy idősödnek majd ezek az erdők, annál kevesebb gomba is lesz bennük, mert előbb-utóbb itt is eljönnek azok a úgymond kalapos gombák, vagy más antagonista gombák, amik elfoglalják az életterét ezeknek a gombáknak. Akkor mi most a szolnoki parkerdőben vagyunk, ugye? Igen, a szolnoki parkerdőben, a jászság szélén. A jászság szélén, illetve magában a jászságban találhatunk Magyarország legjobb nyári szarvasgomba termő erdejei, amiket most itt szeretnék neked bemutatni egy szarvasgomba keresési bemutató keretén belül. Kik alkalmasak a szarvasgomba keresésre? 2012 óta Magyarországon a szarvasgombász tevékenységgel kapcsolatos dolgokat egy rendelet szabályozza. Kimondják, hogy a leendő szarvasgombásznak egy tanfolyamon kell részt vennie, amelynek sikeres elvégzése után egy tanúsítványt kap, úgynevezett bizonyítványt. Szüksége van a hatóság által kiállított szarvasgomba gyűjtési naplóra. A szarvasgombászatra kiszemelt erdő tulajdonosának, illetve gazdálkodójának írásbeli hozzájárulására, és szükség van egy olyan szarvasgombász kutyára, akik szintén egy szarvasgombász vizsgával rendelkeznek. Tehát, hogyha mindehhez még társul egy jó kedv, egy elhivatottság és szorgalom, akkor akár el is indulhatunk szarvasgombázni. Akkor most nézzük meg kutyával együtt a szarvasgomba szedés technikáját. Induljunk is! Te milyen fajta kutyával dolgozol és miért? Én egy Labrador Retriever kannal dolgozok, ő Benny, 5 éves. Azért dolgozok vele, mert az ő tulajdonságai, illetve ennek a fajtának a tulajdonságai és képességei talán a legalkalmasabbak a szarvasgomba keresésre. Ezen kívül nagyon munkabíró és rendkívül odaadó, gyakorlatilag a leghűségesebb társam. Ilyenkor tavasszal
nyár elején, a gombák közvetlenül az avar szintje alatt a föld felszínén helyezkednek el. Úgyhogy lehetséges, hogy nem is kell segítenünk neki a gomba kiemelésébe, viszont azért annyira be kell menni az erdőbe, hogy a gomba kiemelésének helyét visszatakarjuk, hogy ne sérüljenek a micéliumok, ne száradjanak. Hát akkor nekiállunk most rajta, keresgél? Rajta. Hozzad, hozzad, hozzad. Jó? Hol a gomba? Ott van. Itt az első. Gyerünk tovább, Benny! Ő egész nap képes dolgozni, a őszi, téli hónapokban akár napi 8 órát is, ilyenkor nyáron már csak hajnalba és este összesen egy 5 óra hosszát. Ezt mindezt körülbelül éves szinten 100 napig. Tovább, Benny! Hú, de nagy, ezt figyeld! Tehát látjuk, milyen magasan van a gomba. A hónapok, ahogy telnek, és a nyáron egyre kevesebb lesz a talajba a víz, a gomba termőtestek is egyre lejjebb képződnek, a kutyák ezáltal sokkal többet fognak dolgozni a szarvasgomba kiemelésén. Gyere vissza, Benny! Szervusz István! Szervusz Gábor! Na, mit találtatok? A közös turkálás eredménye Willivel. A kutyája nagyszerűen dolgozott, alig tudtuk leállítani. Ilyenkor az a szokás, hogy megmérjük a gombát, hogy mennyit sikerült szedni, és utána írunk egy szállítólevelet, és utána megválogatjuk a gombát minőség szerint. És most ilyenkor érdemes megnézegessük a gombát, hogy pontosan milyen gombát szedtünk. Most a szezon elején vagyunk, ilyenkor még sok a kicsi gomba, ami nem túl jó, de a feldolgozása azok is tökéletesek. Szóval akkor, amit én ma hoztam, az most nem van túl értékes. De értékes, értékes. Hát itt relatív értékről beszélünk, a nyári szarvasgomba, attól függetlenül, hogy a többi szarvasgomba az időnként drágább, egy nagyon jelentős gomba, ebből forgalmazzák a legtöbbet a világon egyébként, tehát ez a legáltalánosabban használt szarvasgomba. Mi a szokás, hogy először mit csináltok? Amikor átveszünk a gombát, akkor elsősorban az első, ketté válogatjuk első, más osztályra, aminek az az értelme, hogy az első osztály az megy az éttermi felhasználásra, az az értékesebb része. A más osztályú kicsi gombákból pedig terméket készítünk mi ebben az esetben, most már, hogy van feldolgozóhezünk, most már megtehetjük. Az mit jel, hogy esetleg konzervet is készítetek belőle? Igen, elég sokfajta terméket készítünk mi is, vannak klasszikus ilyen hőkezelt konzervek is, van, amikor más ételeket ízesítünk, például mustárt, olajat, például most elkezdtünk kekszet készíteni, szarvasgombás kekszet. Erről így néz ki egyébként piszkosan a gomba, de én most készültem, és meg tudom mutatni, hogy milyen lesz, hogyha megmossuk. Nyilván akkor ezek a ráragadt agyag, meg sárdarabok lejönnek, és egy nagyon szép fekete peridiummal látszódik. Egyébként ez egy kemény gomba, ugye, viszonylag bírja a kemény mosást, úgyhogy akkor mossuk meg a gombát. Helyes! Először a gépet kicsit fölbillentjük, hogy be lehessen pakolni. Úgy hány kiló gomba megy bele? Egyébként ebbe belefér egy ilyen 20 kiló gomba, és akkor egy negyed óra alatt meg is mossa. Hogyha nem túl koszos, ha koszos, akkor visszatesszük még egyszer. Addig, amíg elégedően tisztának nem találjuk. Egyébként egy vízforgatós rendszer van, hogy ugyanazt a vizet használja, amit ki nem ürítjük, mert hogy rengeteg vizet forgat, rengeteget. Tehát nagyon sok víz menne fölöslegesen el, hogyha nem forgatnánk vissza. Na, megérkeztünk a titkok házába, ahonnan hát megtudhatunk annyit, amennyit eltetszik majd mondani.
Én vagyok ennek az üzemnek a mérnöke, és szarvasgombának a tartósításával foglalkozunk, mert bizonyos időszakokban bizony elég sok szarvasgomba terem itt a járságban, és hogyha felesleges kapacitásunk van, akkor be tudjuk idehozni az üzemben, és gyakorlatilag bármilyen módon tartósítani tudjuk. Jelenleg már teljesen elő van készítve. Milyen eljárással van előkészítve? Fagyasztott nyári szarvasgomba, szeletelve, és ezt szeretnénk olajba tenni, üvegbe tölteni, és így hőkezeljük, és gyakorlatilag konyhakész felhasználható terméket szeretnénk a vásárlóknak adni. És ebből az eljárásban mi a lényeg? Olajban tartósítjuk a terméket, mégpedig azért, mert az olajokban, zsírokban jobban ki tud jönni az aromája, jobban érvényesül az íze a szarvasgombának. Intenzívebb lesz, igen. Megtekinthetünk akkor egy ilyen töltést? Természetesen, nagyon szívesen megmutatom. Úgy látom, hogy másféle módszerrel is készítenek konzervet. Igen, bizony a legújabb termékünk, hogy konzervdobozban is tudunk nyári szarvasgombát tartósítani. És miben különbözik ez az eljárás az előzőtől? Ez az eljárás abban különbözik, hogy itt reszelt szarvasgombát tartósítunk sós felöntőlében, nagyon magas hőmérsékleten hőkezelünk, hogy teljes konzervet kapjunk, amelyet nagykonyháknak, akár üzemeknek tudunk kínálni. És így a szavatossági idő is lényegesen meghosszabbodik, így van, több évet tudunk rá adni, több év minőségmegőrzési időt. Na, én viszont most a gasztronómiai részre fáradok, mert Rácz Lajos barátommal fogunk friss szarvasgombából ételt készíteni. Ahó! Szervusz, Lajos kám, szervusz! Köszöntelek! Szépen most jöttem a jászsági erdőkből, és kiszagoltam valamit. Úgy látom, te egy francia szarvasgombát hoztál nekünk, Gábor. Így nem dolgozhatsz, adok rád neked egy kabátot. Szarvasgombás csirke raguleves fogunk készíteni. Ide adnád nekem légy szíves azt a lila hagymát? Majd neked is adok egy kis munkát, egy pillanat. Kedves Gábor, hadd adjam adod ezt a kést, és látod, ott meg vannak csíkozva a sárgalépa, a petrezselyem gyökér. Szép kis kalikákat vágsz neked? Kalikát? Igen. Jó. Citromot vágjál már félbe, kedves Gábor, ha megkérnek. Vágjam ketté? Igen, és úgy tesszük bele. Ízesítem egy kis borssal, sóval, adunk hozzá egy pici színes paprikát. Nem kell sok, mert nem kell, hogy elvigye az ételnek a színét, az ízét. Ez egy könnyű, lágy leveske lesz. Látom, hogy nem tanyosi csirke, ennek kell is majd a gomba, a szarvas gomba. Igen. Azok a gyönyörű szép sárga színek itten elmaradnak, ami a tanyasi csirkénél található. Vágjál már össze egy kis fokhagymát, és tedd már bele nekem, kedves Gábor. Mennyi gerezdet? Majd legyen egy gerezd. Egy gerezd? És egész apróra, vagy? Csak úgy, hogy nagy zold el. Gábor, beletennéd azt a fokhagymát nekem, de... Épp ezt akartam kérdezni, hogy megengeded-e. Igen, nagy, megköszönöm. Ennyire beleszóljak a főztődbe. Alakulunk. És most már szerintem a zöldségeket is. Tegyük bele. Így van, szépen. Így belehúzzuk. Ügyesen, mint a nagyok. Jó, elég, köszönöm, Gábor. Majd fogunk készíteni hozzá egy nagyon finom kis szarvasgombával bepáccolt tejföldtel habarást. Én a habarást az utóbbi időben inkább kukorica keményítővel próbálom, mert a lisztérzékenyeknek is tudjuk így adni. A keményítőt vízzel simára kikavarjuk, és most jön az én csodálatos
szarvasgombás tejföl. Szépen megkavarjuk, összeállítjuk ezt a szarvasgombás tejfölös habarásunkat, és szeletelünk rá nagyon finom, vékony szelet szarvasgombánkat. Ebből a meleg levesből szedek erre a habarásra. Én elkeverem benne, és te, én lassan öntöm hozzá, és te szépen kavarod. Jó, Gábor? Lassan fogom önteni, Gábor. Úgy. Köszönöm szépen. Fogd a kis kanaladat, és kóstoljuk meg, jó? Hát most fogok boldog lenni. Padló. Ugye? Hú, ez nagyon finom. Na, Lajoskám, nagyon-nagyon köszönöm ezt az elképesztő kóstolást, és nagyon örülök, hogy részt vettem. Én köszönöm annak tiszteletet. Nekem most el kell mennem. Vadasparkba várnak tulajdonképpen. Na, és örülök neki, hogy szép helyre fogsz menni. Úgyhogy ne haragudj, de muszáj indulnom. Nagyon köszönöm még egyszer. Én is örültem, Gábor. Köszönöm szépen, szervusz. Szervusz, nagyon örültem. Szervusz, minden jót. Minden jót, szia. Kedves Gábor, köszöntelek a Lefag ZRT Bagolyvár Vadas parkjába. Érdeklődöm, hogy nagyon elegáns ez a felső. Milyen apropóból van ez most jelenleg? Nem az új vadászruhám, hanem most érkeztem Rácváros Mesterszakács gasztroműsorából, és véletlenül magamon hagytam. Beszéljünk egy kicsit a vadasparkról. Mi az alapvető feladata egy vadasparknak? Elsődleges célja az az, hogy az itt élő állatokat bemutatva ismertterjesztő céllal ugye megismertesse a lakossággal és az érdeklődőkkel. Természetesen sokkal bővebb ennél a feladat. Itt a családok részére akár kikapcsolódás, rekreációs céllal nyújt még időeltöltést. És milyen rendezvényeket biztosítottok az ide látogatóknak? Természetesen erdeiskolai, óvodai programokat szoktunk, és környezeti nevelés céllal, szemléletformás, oktatás céljával szoktuk ezeket a foglalkozásokat tartani. Illetve természetesen a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeket, akár egy Mikulás, egy farsang, egy húsvéti ünnepség, és itt természetesen bevonjuk a családokat is. Na hát, ha nem haragszol, akkor én most átmegyek civilbe, mint egy látogató, és megnézem közelebbről a vadat, jó? Parancsolj! Köszönöm szépen! Elég szép kiterjedésű ez a vadaspark. Mennyi állatot gondoztok itt? Itt körülbelül olyan 40 fajnak, olyan 140 egyede él nálunk. A Bagolyvár vadasparkban elsősorban Magyarországon őshonos vad, illetve háziállatokat mutattunk be legelőször, még a vadaspark alakulásakor, és ahogy egyre bővültünk, illetve közben állatkerté is alakultunk, így egy pár olyan, mondjuk egzotikusabb állatfa is került ide, amely azért jellegét tekintve mégis illeszkedik ide az erdei környezetbe. És mennyire készségesek ezek az állatok? Igen, elsősorban azért is, szeretik a látogatók itt a mi vadasparkunkat, mert egyrészt eléggé testközelből tudják megfigyelni ezeket az állatokat. A legtöbbel esetleg személyes kapcsolatba is kerülhetnek. Itt vagyunk éppen a lámánknál, Vili névre hallgat. És hallgat is rá? A nevére nem hallgat, viszont arra, hogyha így a vödröt rázzuk, ebből tudja, hogy itt már valami csemege következik. Nagyon szeretem a kis állatokat. Tudtok valami cukiságot mutatni? Igen, most a legnagyobb szenzáció, vagy legújabb szenzáció nálunk, ahogy megérkeztek az ázsiai kiskarmú vidrák, meg is mutatom őket szívesen. Mehetünk. Miért fontos a NEFAG-nak az ifjúság környezettudatos nevelése? Ez úgy gondolom, hogy nem csak a NEFAG-nak fontos, hanem a teljes népességnek fontos, hogy a következő nemzedék az milyen szemlélettel, milyen hozzáállással fogja
átvenni azt az örökséget, amit mi is csak kaptunk kölcsönbe. Úgyhogy ezért tartjuk fontosnak, hogy egy folyamatos terelése legyen az utánunk jövő nemzedékeknek abba az irányba, hogy minél nagyobb megbecsülést kapjonnak a természeti értékek, és minél inkább ismert legyen az erdészeknek a munkája, az elért eredmények. Hogyha egy emberöltő múlva visszajönnénk ide, akkor mire lenne büszke? Talán az lenne az egyik legfontosabb, hogy tudunk tenni a megőrzésen túl is azért, hogy az erdők javára szolgáljunk, tehát minél több erdőt szeretnék kívánni az utánunk jövőknek, azokat minél jobb állapotban, és ehhez úgy mindenki hozzá tudja tenni a maga kis tégláját, hogy ez így felépüljön, kialakuljon. Hát reméljük, hogy ez így is lesz majd a jövőben. Teljes szarvasgomba vertikum a felkutatástól a feldolgozáson át az értékesítésig. Mellette népszerű állatkert és Bagolyvár vadaspark, a szolnoki parkerdő alig néhány négyzetkilométeres területén a város tőszomszédságában. Térképen csöpnyi pont, mégis hatalmas értékek forrása, ha többek közt a szolnoki gondolkodás és szemléletmódot követjük bármely más területén is.